Sziasztok, én Szilárd vagyok, és ez itt a Westworld sorozatajánló. Egy ilyen kis sorozatot szeretnék elindítani itt a csatornámon, amikor jó sorozatokat mutatok be nektek, nagyon röviden, nagyon tömören, és igazából semmi részletes kibeszélővel, hanem csak az ajánló, hogy szerintem egy jó sorozatok, és hogy érdemes őket megnézni. Volt már egy nagyon régi része, nagyon kezdetleges státuszban, annól még a Brooklyn Nine-Nine-nal, azt hiszem. Az is egy nagyon jó sorozat, de az teljesen más, mint a mai alanyunk, ami nem más, mint a Westworld. Lehet sokan ismeritek már, én most léptem arra, hogy végre megnézem ezt a sorozatot. Igazából egy évada van eddig, valószínűleg folytatni fogják, de még nem mondtak úgy konkrétan semmit. Full le van szinkronizálva, nagyon jó minőségű szinkronnal. Ez a sorozat testesíti meg azt, ami tényleg azt mondom, hogy ez követendő példa, mer újnak lenni, mer nyitni a világ felé, mer igazi színészeket bevonni a sorozatokba, nem ilyen harmad-negyed rangú színészeket, hollywoodi színészeket, tehát Anthony Hopkins, Ed Harris is benne van, tehát egyszerűen az egész sorozatnak nem sorozat feelingje van, hanem inkább egy hosszú filmet néznél, úgy lehet ezt leírni. Ugye teljesen más így a sztori vezetése sorozatként, de kicsit lassabb, tehát nem az a nagyon pörgős, tudod, ami úgy az ember átvenne, hogy most hú, minden pörög, mint állat. Igazából egy nagyon hosszú filmbe ezt össze lehetne sűríteni, ezt a 10 részt, mivel 10 része van, de így, hogy hagy az embernek gondolkodásmódot, mert egy nagyon érdekes témát boncolgat. Én csak ajánlani tudom, mindazoknak, akik szeretik az ilyen skifi dolgokat, akik szeretnek gondolkodni, az értelmes filmeket szeretik, szeretnek jó színészeket nézni, jó színészi játékot, és jó, megújító és sok csavarra operáló sztorit szeretnének végignézni. Én Szilárd voltam, ez volt itt a Westworld sorozat ajánló, és ha tetszett, iratkozz fel, dobj egy lájkot, és találkozunk a következő videóban. Szevasztok!